Sajtótájékoztatót tartottak arról, hogy mely területeket érint az ivóvízkorlátozás és mikor, ugyanis május második felében elkezdődnek a munkálatok a kistarcsai vízhálózat fejlesztésében. Ezt a sajtótájékoztatót abból azokból tartjuk, hogy következő hónapban, meg e hónap második felében már elkezdődnek a kivitelezési munkálatok a vizes projektben. Egy pár gondolattal elmondanám a projekt felépülését, tehát ugye az első gondolatok a projekttel kapcsolatban 2004-ben készültek, vagy fogalmazottak meg. A következő nagy mérföldkő az a 2009-ben magának az önkormányzati társulásnak a megalakulása volt, amit Kerepes város és Kistarcsa város közösen alapított ahhoz, hogy elindulhasson a kohézis alapból nyerhető pályázaton. Így itt két ütemben dolgoztunk. 2012. novemberében megnyertük a kohézis alapon kívüli 906 milliós összeg mellé a BM-nek az önerő alapjából az önrészre vonatkozó 247 millió forintot. Ezáltal a két önkormányzatnak ugye ez nem kerül összegben, tehát 100%-os támogatású projektről beszélgetünk. Így az ügynökségjavító program teljes egészében támogatást nyert, ugye. A beruházásnak ugye az a része következik, amikor a lakosságot érintő feladatok is lesznek. Méghozzá vízkimaradások formájában fogják némileg kellemetlenné tenni ezt a dolgot. A projekt jelenleg abban a stádiumban áll, hogy megkezdődnek a kivitelezés fizikális szakaszai, mely a lakosságot nagyban érinti. A tavalyi pályázati eredményhirdetés óta a kivitelező konzorcium a pályázati kiírásnak megfelelően elkészítette a kiviteli terveket. Részint ez már hatósági engedélyezéssel, részint pedig a folyamata lezárásához közeledik. Ennek eredményeképpen eljutottunk addig a pontig, hogy gyakorlatilag megkezdődhetnek a kivitelezés fizikális részei, azok a részek, amelyek a település szélesebb körű lakóit is érintik. Amit eddig csináltunk kivitelezés tekintetében, az az állapotfelvételek, lehet, hogy sokan találkoztak kollégáinkkal, amint videókamerával, fényképezőgéppel végigmentek a település részein, az útburkolatokat, kerítéslábazatokat, épülethomokzatokat, közterületi állapotot rögzítették, amit át fogunk adni az érintett önkormányzatok részére. Egyfajta biztosítékul, hogy annál olyan, vagy pedig annál jobb állapotokat fogunk a kivitelezést követően hagyni. Amivel most szeretnénk kivitelezést indítani, az gyakorlatilag a mai nap megkezdődött a vízműtelep bontása és építése. Ezt megelőzte a vízmű ügyfélszolgálatának, a vízmű gazdasági csoportjának kiszervezése. Tehát részint irodát béreltünk nekik, részint pedig egy konténercsoportot hoztunk létre, amiben zavartalanul tud működni az üzem, tehát folyamatos üzemet tudunk biztosítani a kivitelezés alatt is. Az építkezés egy melléképület bontással indul, de hamarosan a jövő héttől felvonul a kivitelező csapat és a kb. 500 négyzetméter nagyságú üzemépületet, ügyfélszolgálati teret is elkezdik kivitelezni. A hónap második felétől, végétől, illetve jövő hónap elejétől indulnak a rekonstrukciós munkák, amit Zsiák úr az imént említett. Ez itt lehet számítani vízkorlátozásokra. Én azt gondolom, hogy itt az önkormányzatok, úgy mint a társulás, mindent megtesznek azért, hogy a lakók kellő mértékben legyenek értesítve erről, kiértesítve. Mi, ahol tudunk, ebben természetesen segítünk, hozzánk is fordulhatnak bizalommal. A tervezet szerint minden körzetben egy hétig lenne vízkorlátozás, reggel 8 órától délután 17 óráig. Vízművel együtt úgynevezett szolgáltatói körzeteket, tömböket hoztunk létre, amelyeket egyenként felfogva az ott szükséges beavatkozásokat, úgy mint szakaszolási lehetőség biztosítása, tűzcsapcserék, egyszerre integráltan kívánjuk megoldani. Most úgy tervezzük, hogy minden körzetet egy hétig érintene a vízkorlátozás, mégpedig oly módon, hogy az adott hét alatt 10-15 helyen végeznénk munkát, a hétfői napon feltételezhetően
kutatózás, illetve a közműhelyzet feltárása, tehát konkrétan hétfői nap nem számítunk még vízkorlátozásra, viszont a kedszerda, a csütörtök, amikor konkrét szerelési munkák lesznek, itt vízkorlátozásokra lehet számítani. Nagyon fontos dolog, hogy ez reggel 8-tól délután 5-ig lesz érvényes, tehát itt minden délután vagy minden este a hálózati nyomást vissza fogjuk adni a rendszer, és továbbiakban is a szolgáltatás igénybe vehető. Nyilván a másnap reggeli munkába indulás után ismételtem nekiállunk a feladatok végrehajtásának. Azt is el kell mondani, hogy ez mindez csak egy tervezet, hiszen egy meglévő hálózathoz kell hozzányúlni, meglévő hálózatba kell beavatkozni. Sajnos, hogy a kivitelezés folyamán mi fog történni, ezt nem tudjuk. Tehát elképzelhető, hogy ettől a forgatókönyvtől, amit imént vázoltam, lesznek eltérések, lesznek lehet, hogy hosszabb ideig, tehát több napot érintő kimaradások, adott esetben pedig tudunk előbb is ezekkel végezni. Tóth Miklós továbbá kitért arra is, hogy néhány útszakaszon burkolatbontást is elvégeznek, mely területek a jövőben javításra kerülnek. Ifjabbik Juhász István alpolgármester ismertette azokat az intézményeket, weboldalakat, ahonnan bővebb információt kaphatnak a lakosok a vízkimaradásról, illetve az esetleges változásokról. Az ivóvíz kimaradások időpontjairól és a helyszíneiről pontosan, rendszeresen lehet tájékoztatást kapni az önkormányzatok, mind a kerepesi, mind a kistarcsainak a honlapjáról, valamint a társulásnak is van egy saját honlapja, ami a www.szilas-menti-ivóvíz.hu. Ezen az oldalon is folyamatosan frissülnek az információk, illetve, hogyha valaki bent jár az épületben, akkor a hirdető táblákra is kiszoktuk helyezni ezeket az információkat. És én azt javasolnám mindenkinek, hogy ezeket azért kísérjék figyelemmel, hogy valamelyik lehetőséget ezek közül, ami elérhetőbb, hogy ne érjen senkit meglepetésszerűen esetleg egy vízkorlátozás. Ez az, amit tudni kell, hogyha valaki információhoz szeretne jutni.